A naptárlapok aztán egyenként hultak a papírkosárba, és eljött az évzáró, a bizonyítvány kiosztásának napja is. Barátunk Gyula Lajos, úgyis mint tutajos, erős fejfájással ébredt ezen a napon. Egy darabig féloldalt pislogott az órára, de mivel az még csak fél hét körül fergett, elővette az esti kétségeket, azaz inkább azok rohanták meg. Hármas vagy négyes. Ezen múlik minden. Azt nem lehet mondani, hogy bütyök becsava nem nyomott a mérleg egyik oldalán, de a másikon ott állt kengyel, és hol az egyik merült le a valóság súlyával terhelten, hol a másik. Billegett a mérleg, s gyulánk érzelmei is így hánykolódtak Matula és a Kelkáposzta szagú város között. Hogy ez a kedélyhullámzás nem tett jót a fejének, az bizonyos. Még egy kicsit alszom, gondolta végül, akkor elmúlik a fejfájásom. El is múlt szépen, és arra ébredt fel, hogy Piri mama költögeti. Hány órára még kisfiam? Nyolcra, Piri mama. Azt hittem kilencre, mert most van nyolc. Tutajos feje ismét megfájdult. Jaj, mondta. Jaj, még csak ez hiányzott. Miért nem szólt Piri mama? Úgy fáj a fejem. Beteg vagy és kész. Mondd meg, hogy hívjanak fel telefonon, majd én megmondom nekik. Gyula ezek után úgy mosakodott és öltözködött, mintha a tetőn már lángok csaptak volna ki, és ugyanakkor árvíz hömpölyögne az utcán. Ne izgasd magad, fiam! Hívjanak fel telefonon, és a bizonyítványon már úgy sem lehet változtatni. Gyula erre megvonaglott, mint a nemes vad, ha kést ütnek a horpaszába. Nem szólt, csak nyögött egyet. Igen, gondolta. A bizonyítványon már nem lehet. A hármason és úgy rohant le a lépcsőn, hogy majdnem elütötte Csalinga nénit, aki két kosarával teljesen elfoglalta a lejáratot. A hatalmas asszonság letette a kosarakat, hogy megmondja a véleményét a rohanó és neveletlen ifjúságról. Hát én csak azt mondom, ennyit hallott Gyula, mert már az utcán volt, és Csalinga néni csak saját magának mondhatta el a véleményét, amire egyébként nem volt senki kíváncsi, legfeljebb a szerelői kutyája, a Big Fitz helyeselt a farkával, de Big Fitz gyenge jellemű volt. Mindig igazat adott mindenkinek. Még a gázleolvasót is tisztelettel kísérgette, aki kizárólag a havi fizetés előtt érkezett, az egész házban riadalmat keltve. Gyula ekkor már verejtékezve loholt az utca végén, jegyet váltott a villamoson, mert bérletét otthon felejtette, és úgy közelítette meg az iskolát, mint akinek semmi köze nincs a jeles intézethez. Aztán hirtelen befordult az ajtón, beleütközve a portásba, azaz Kocsis bácsiba, aki három széket cipelt egyszerre. Segítek, Kocsis bácsi! Ehe, mondta a nagy portás. Ehe, szóval elkéstünk. De nem bánom, ezt a kettőt hozhatja. Az egyik éppen kengyel tanár úr vendégének kell. Éppen kengyelnek, és úgy pislogott utajosunkra, mint akinek pontos értesülései vannak az utolsó számtanúra idegtépő perceiről. Ott, bal kész felől, rendelkezett a portás, ott, a nagyfa mellett, ott van kengyel egy nővel, szalmakalapja van, mármint a nőnek, tette még hozzá, mintha Gyulából azt nézte volna ki, hogy kengyelt összetéveszti egy szalmakalapos nővel. Gyula tehát megkerülte a látszólag fegyelmezetten álló ifjúságot, és a nagyfa mellett letette a két széket. A hölgy valóban szalmakalapot viselt, egy olyan csészeajszerű micsodát, de határozottan csinos volt. Ezt Tutajosunk még zilált viszonyai között is megállapította, aztán letette a székeket. Parancsoljon, tanár úr! Tessék szívem, mondta Kengyel a hölgynek, de Gyulára nézett, aki teljesen megzavarodott, mert eddig úgy tudta, hogy Kengyelnek egyáltalán nincs szíve. Köszönjük, Tutajos, mondta Kengyel, és Gyula meghajolt, hogy hanyat ne essék. Hát már, ezt is tudja. Rettenetes! És kétszer megbotlott, amíg saját osztályának kellemes társaságában elvegyülhetett. Az ünnepét a kertben tartották, és éppen egy nyolcadikos búcsúzott, saját versében állítva, hogy soha nem feledik az itt töltött feledhetetlen napokat. Hője, mondta jogász, az avas elemér. Persze, hogy feledhetetlen napok. Hát lehet egy ilyen verset elfeledni, egy ilyen szép napon. Nem kerestek? kérdezte Gyula izgatottan. Nem keresett senki? Dehogy nem, suttogta jogász, aki a verstől egészen megvadult. A verebek kerestek a szemétládában, később még visszajönnek. Bolha a markába köhögött, hogy nevetését leplezze, így olyan megegészszerű hangokat hallatott, míg Dubovánszki a nyakkendőjét igazgatta. Dubovánszki az évzáróra mindig nyakkendőben érkezett. Gyerekek, jól áll a nyakkendőm? Normális ember ilyen melegben nem köt nyakkendőt, mondta Sós, aki fehér sortban érkezett, és még sejtelme sincs róla, hogy valaki tintaceruzával egy piramist rajzolt hátul a nadrágjára. Ki mondta azt, hogy Dub normális? Ki volt az az elvetemült? kérdezte jogász, de erre már nem kapott választ, mert erőteljesen tapsolt mindenki, később már csak a nyolcadikosok, és ütemesen kiabálták: B, ki, B, ki, B, ki. B, ki a nyolcadik költője volt. Csak azt szeretném tudni, mi van még hátra kérdezte valaki. A vonatom egy óra múlva megy Semmi hánytorgott jogász most már csak kengyel következik hangverseny, saját szerzeményű gyászindulóval külön kiemeli tutajos hármasát. Jogász, te mindenáron egy pofont akarsz búcsúzóul, mondta Gyula, mert rettenetes ideges volt, de erre már nem került sor, mert vége lett az ünnepének. A kiváló ifjúság a tantermek felé özönlött, és kivételesen elcsendesedett, mert a katedrán már ott ült az osztályfőnök, és előtte azok a bizonyos könyvecskék. Lajos bácsi az osztályfőnök olyan szelíden nézett végig az osztályon, hogy még a reménytelen ifjak is megnyugodtak. Hát ha! Mert Lajos bácsi a legnyomorultabb kettest is úgy írta be, olyan derűs részvéttel, hogy szinte négyes érzése volt a hanyag egyének, és Lajos bácsi túl a kettes is jobban esett, mint például Kengyeltől a hármas. Most persze lapultok, drága csemetéim, és azt hiszitek, hogy az éjjel belopódzott a tanáriba egy tündér, egy tündérke, és kiavította a kellemetlen jegyeket. Sajnos, tárta szét kezeit az öreg tanár, sajnos semmi nyomát sem láttam, mert a tündérek is tudják már, hogy ez okirat hamisítás. És kezébe vette az első indexet. A cél! Elég rendes bizonyítvány, nyújtott át a könyvecskét a rövidlátó sápat fiúnak. Ilyen nagy betegség után ennél jobb nem is lehet. Fiacskám, a vakációban ne törőd semmivel a könyveidet tett, félre, egyél, sétálgass, szedd össze magad, hogy szeptemberben csilliket félkézzel a falhoz kenhest. Csillik elnézően mosolygott. De felállt Janda. Lajos bácsi, kérem, Kengyel tanár úr azt mondta, hogy acélt a vakációban abriktoljam. Mit csinálj? Szóval, hogy foglalkozzam vele számtamból. Nem bánom, de csak úgy, ha acél meg foglalkozik veled magyarból, mert aki feleslegesen idegen szavakat használ, az nem érdemli meg magyarból a jelest. Sajnos már nem javíthatom ki az osztályzatodat, így magyarból is jelesed van. Tehát jeles magyar szamár vagy. Éjjel, Lajos bácsi! Kiáltott Sós Károly, aki már megint megfeledkezett az ilyen közbeszólások kellemetlen utó hatásairól. Az éjjennek gyenge visszhangja volt, mert a kitűnő ifjúság már szeretett volna túl lenni az év utolsó megpróbáltatásán. Kalmár, akinek a vonata immár fél óra múlva indul, kiemelte a tintatartót a helyéről. – Ha valaki közbeszól, hozzávágom a tintatartót! – Mit akarsz avval a tintatartóval, Kalmár? – Tanár úr, kérem, rosszul áll a helyén, és a vonatom fél óra múlva indul. – hát Meg akartam igazítani. – A vonatodat? Micsoda mondatszerkezet ez! és ennek az embernek adtam jelest? Ha valaki ennyire töri magát egy ilyen bizonyítványért, hát tessék! Kalmárnak jó bizonyítványa volt, így vidáman vette át a könyvecskét. Meghajolt. Jó nyaralást kívánok, Lajos bácsi! És kiloholt az osztályból. Balog, Bence, Birkás, Ladógyula Gyula emésztő nyugtalanságban, félelem és remény vad hullámzásában várta, hogy rákerüljön a sor. Keze ökölbeszorult, és hóna alatt, mintha mezei poloskák korzóztak volna. – Mit vakaródzol? – érdeklődött Bütyök. – Kibújok a bőrömből. – Nyugodt lehet, – mondta Bütyök kissé bizonytalanul. – Horvát, Ilontai, Kercsarik, fi! nyögött tutajosunk. – Megőrülök. Hármas, meglást, hármast adott. Kincses, Kovács, Ladó! És Gyula Lajos aránylag daliásan ment a bizonyítványáért, bár az előbb említett rovarok, mintha most a tért kalács körüli részre vetették volna magukat. Keze kicsit reszketett, amikor átvette a nyitott könyvecskét, szemét egy pillanatra behúnyta, és ez idő alatt be is csukta a kemény fedelő okmányt. Aztán helyére ment, és maga elétette az ítéletet, amelyet nem ismert még. Mutasd! mocorgott bütyök. Majd, ha egyedül leszünk megbolondulok a kíváncsiságtól. Tutajos megdöbbenve nézett barátjára. Hiszen azt mondtad, hogy négyest írt be. Szabadat is adtad. Láttam is, de hát tudod, milyen kengyel. Mikics, Armos, Pókos, Pondorai. Bütyök kimászott a padból, és Tutajos egyedül maradt a könyvecskével. Igen, kengyel alattomos és kegyetlen. Nem lehetetlen, hogy csak a levegőbe írt. Megtévesztésül a leselkedőknek. Erezbe! be! Bütyök visszaérkezett, és ő sem nézte meg a bizonyítványát. Vági! Vas! Wallenberg! Lajos bácsi végignézett az osztályon, aztán felállt. A csendben itt-ott a könyvecskék lapjai is usoktak. Hát, fiúk, én most egy szép, hosszú beszédet is mondhatnék, de nem mond, Lajos bácsi! üvöltött Sós. Igen, ahogy a kedves közbeszóló szemtelenül megjegyezte, nem mondok. Mivel azonban tudomásom szerint Sósnak eddig a Sós Perecre való tekintettel Perec volt a mellékneve, ám bár ez tulajdonképpen főnév, ajánlanám a visketek kofa jelzőt, mert a Perec az nem lotyog mindenbe bele, de a kofa igen. Éljen, Lajos bácsi, éljen a viszketek kofa, üvöltött az osztály, csak sóskároly volt csendes, és érezte, hogy új nevét semmiféle vegyszer le nem mossa soha többé. Még csak annyit, emelte fel kezét Lajos bácsi, hogy menjetek, és örüljetek a fiatalságotoknak és a nyárnak. Lajos bácsi kivonulását búcsúzó ordítás, asztalcsapkodás és felborult székek zuhanása követte, aztán kiürült a tanterem is. Zsongott az egész épület, de ez a zsongás a kapu felé húzódott, és később már csak egy-egy elkésett kopogás ment végig a folyosón. Nyisd ki, bütyök, sóhajtott Gyula. Aztán majd én is. Guberáljunk, ajánlotta a sorstárs, és kinyitotta ugyan a könyvecskét, de le is takarta a sportújsággal, hogy az osztályzatok egyenként tűnjenek elő. Na, húzd már! Maga viselet, lehelte bütyök. Hát ez nem fontos. Magyar, jó, az újság lassan csúszott lefelé. Lajos bácsitól nem is féltem én, engem is ez a kutya kengyel érdekel. Hát ti mit csináltok? Az ajtóban kengyel, és mellette a szép lány. A két fiú felállt a dermet csendben. Izé, kezdte Bütyök, és az újságpapírt szorosan rányomta, amíg fel nem derített osztályzatokra. Tetszik tudni, Izé, most mink guberálunk. Tutajos úgy érezte elsüllyed, mert kengyel szemében kaján öröm csapott fel. Jöjjön Éva, ha a fiúk megengedik, ezt mi is megnézzük. És odaálltak a guberálók mögé. Bütyök füle olyan piros volt, mint egy naplemente, ami szelet ígér. Gyula Lajos pedig úgy érezte, hogy a gerincén valami hangya had végig. Na, húzd, bütyök! Rendelkezett kengyel, és bütyök reszkető kézzel egyre lejjebb húzta az újságot. Földrajzból jeles, mondta kengyel. Tovább. Arra a nyavajás kengyelre vagyok kíváncsi. A lány megnyikkant, mintha megcsiklandozták volna. Számtan, mondta kengyel. Számtan? Jeles. Tanár úr, fordult meg bütyök. Tanár úr, én, én igazán, és lehúzta az újságot. És rosszabb is lehetett volna. Na látod. Aztán Gyula vállára tette a kezét. Gyerünk, tutajos. Jobb az ilyes, mint túl lenni. S az újság most már Gyula bizonyítványán kezdett lefelé vándorolni. Ne kapkodj, ladó! Semmi önuralom nincs benned. Az ilyen guberálást ki kell élvezni. Lassan. Magyar? Jeles. Földrajz? Jeles. Hát Lajos bácsinak vajszíve van. De hát ez meglep. Számtamból jeles. Tanár úr! és tutajos éppen csak el nem sírta magát, kengyel pedig kezet nyújtott. Gratulálok, Ladó! Hát ez a kengyel, egyébként most jut eszembe. Még be sem mutattalak benneteket ennek a hölgynek. Ez itt Ladó Gyula Lajos, a tutajos, ez pedig Pondorai Béla, a bütyök. Ez a hölgy pedig Barkóci Éva, számtan fizika szakos tanárnő, a menyasszonyom. Ez úgy sem igaz. Rebbent meg Gyula, de a hangyák már eltávoztak a gerincéről. A fiúk kezet csókoltak. Én is gratulálok, fiúk. Milyen puha, jó szagú a keze, gondolta Gyula. Hát akkor menjünk szívem, mondta kengyel, és hideg szeme olyan volt, mint a párás, titokzatos messzeség. A jóság és szépség borongott a feldőlt székek között, és Gyula úgy látta, hogy a csészeajforma kis szalmak alap tulajdonképpen glóriás dicsfény a számtan és fizika tanárnő feje felett. A lépések már kint kopogtak elmenőben, amikor bütyök végre meg tudott szólalni. Hát nem megmondtam. De ha kengyelre valaki rosszat mond, összetöröm a csontját. Ám bár azt nem hiszem el, hogy a mennyasszony számtan tanár. Aki Éva és ilyen szép, az nem lehet számtan tanár.